Nagyon nehéz szívvel, mert imádok kajakozni, de meghoztam azt a döntést, hogy 25 évet lezárok. Hogy néz ki? Egyszer csak föl kell az ember reggel, és azt mondja, hogy nincs tovább, abba hagyom? Nem, bár azért ez maga a halasztás, ez egy rémálom volt aznap, ahogy az eldőlt. Mondjuk egy héttel előtte már lehetett sejteni, hogy végül ez lesz a vége. És akkor megtörtént a halasztás pillanata, és onnantól kezdve azért a napjaim nagy részét azt töltötte, hogy én ezt hogy fogom ezt a következő másfél évet abszolválni. És onnantól azért úgy szépen érlelődött bennem persze a döntés. És hogy mondtam ki, az egyébként egy délutáni edzésen dőlt el, hogy végül én aznap dobom be, úgymond a töröl között. Egyszer megszületett bennem, hogy nincsen tovább. Tehát lehet itt még egyik napról a másikra magamban a könnyeket nyelni, hogy el kell engedjem ezt a szezont, és ezzel együtt az egész pályafutásomat, de akkor úgy megérett. És amikor ez így benned így eldőlt, akkor rögtön elmondtad valakinek? Vagy? Igen, az első utam természetesen, hogy Kozák Danitához és a férjéhez, Somogyi Bélához vezetett. Velük osztottam meg első körben azt, hogy én milyen félelmekkel vagyok a következő évre nézve, és hogy én úgy érzem, hogy ez nem fog sikerülni, nem fog átmenni, és akkor ott pont öttettünk a végére. Ők próbáltak esetleg győzködni, vagy egy teljesen gondoltak, hogy ez a te döntésed is? Azt gondolom, hogy annak a beszélgetésnek még olyan szempontból volt egy kis kérdője, hogy tényleg nagyon kedvesek voltak, és mondták, hogy nagyon-nagyon sajnálják ezt a szezont, mert tényleg nagyon jó úton jártunk, és még csak most jöttek volna esetlegesen a páros edzések, és hogy hát ha ez egy kicsit átlendített volna, de szerintem nyilván ők is látták azt a fajta határozottságot, meg azt a félelmet bennem, hogy mit hozhat még ez a nagyon hosszú felkészülés, hogy végül ők is azt gondolták, hogy megértik a döntésemet. És ezt elképzelted előtte, hogy milyen lesz itt nagy plénum előtt bejelenteni, mennyire lesz érzelmes, hogy fog ezt kinézni, és erre számítottál-e, ha igen? Egyrészt arra nem számítottam, hogy ennyi érdeklődő lesz arra, hogy én így után fejezem be a pályafutásomat, hiszen tényleg nem annyira érdekes, hogy én már 4 éve csetleg botlok, és akkor most döntöttem úgy a levegőbe, hogy befejezem. Ez külön nagyon jól esett, illetve arra sem számítottam, hogy ennyi jó szót kapok a sportágamból, a sportvezetőktől. Azért én örülök, hogy így ismertek meg engem, és hogy én egy ilyen versenyző lehettem a kajakkenú életében, akire így fognak emlékezni. Ilyenkor, amikor visszagondolsz a pályafutásodra, tényleg a nagy győzelmek, a dobogó tetén állás, az olimpiai arany, ami először eszedbe jut, vagy bármi más, akár amikor először lemész a sporttelepre, akár a holdpontok, amiken át tudtál lendülni, mi az, ami ekkor az ember fejében jön? Igazából én nagyon szerettem az edzéseket is, nagyon szerettem egy részállós edzés után is megveregetni a saját vállamat, hogy ez jól sikerült, azok is nagyon sokat tudtak adni nekem így a személyiségemhez, de persze, hát ugye valamiből merítkeznem, tehát jó sok dobogós emlékem van, jó sok versenyszituációs emlékem van, amik így mosolycsalnak az arcomra. Úgyhogy utólag visszagondolva, hogy mennyire nehéz volt ez az utolsó pár év, és mennyire egyedül éreztem magam, mennyire sötétnek láttam a jövőmet. Így utólag visszagondolva jóval azután, hogy kipihentem magam, tehát hogy most már fizikálisan sem vagyok fáradt, így már nagyon színesen látom, hogy nagyon szépnek találom a karrieremet. És mi fog a legjobban hiányozni? Vagy ki? A napi verseny. Tehát nem is a versenyzés, hanem hogy naponta legyőzni saját magam. Ez rettenetesen fog hiányozni. Ezt már most is keresem a Margit-szigeten is, tehát ott is azért még bennem van, hogy egy jó időt futni. Vagy még ez az adrenalin fog talán a legjobban hiányozni, meg az, hogy naponta a hátba veregethessem magam, hogy ma is megcsináltam azt, amit kiírtak nekem. Mennyire tudtad közben így a civil életedet is tervezni mellette, hogyan látod most a jövőt? Főleg az elmúlt egy évben ugye még jobban visszahúzottunk a csigaházunkba, hiszen amikor egy kajakkenus elkezd készülni az olimpiai évben, akkor tényleg mindent egy lapra tesz föl, és elvonulunk minden elől, és csak az edzések vannak. Ez nekem meg sokszorozódott azáltal, hogy azért 34 évesen tényleg minden időmet arra használtam ki, hogy regenerálódjak, és hogy felkészüljek a következő edzésre. Úgyhogy nem igazán készültem arra, hogy mi
lesz itt, hogyha befejezem a pályafutásomat. Persze meg nem is ez volt a forgatókönyv, hogy így verseny nélkül teszem a lapátot. Úgyhogy most még egy kicsit így homályköt fedi a jövőmet, de bízom benne, hogy meg fogom találni az utamat. Ha lesz jövőre Tókió, azért nehéz lesz úgy nézni, hogy néhány hónapja még azért tényleg kimondott cél volt, tehát volt, hogy ott legyél. Én azt gondolom, hogy nem, mert azért kimondva, kimondatlanul nekem az előző években azért már nem sikerültek jól a versenyek, és már az sem okozott nehézséget, hogy én nagyon tudtam szurkolni a női négyesnek például a Szegedi világban.